Az idén száz éves sportág az öttusa magyar színekben 85. születésnapját ünnepelte 2012-ben, stette ezt egy olimpiai bronzéremmel, ennek is köszönhetően jövőre bekerült a kiemelt állami támogatásban részesülő sikersportok közé az év versenyzője pedig a londoni érmes csapatban EB második Marosi Ádám, illetve a nőknél a Londonból kihagyott, ám csapatban BB ezüstöt, EB bronzot, egyéniben EB 5. helyet szerző Gyenesei Leila lett. Ők ketten az évről, magukról, kilátásokról. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Hát jó amikor reggelt. az embert az év sportoljává választják, a sportág a legjobbjának ítélik, akkor lehet, hogy furcsa kérdés, hogy minden elégedette magával kapcsolatban, de nem biztos, hogy az. Leila, Nekem ez az év azért nem úgy sikerült, ahogy szerettem Ez egy szerettem ilyen szomorú év volna. sportolója? Mm, egy kicsit igen, de, de már nem szeretnék visszafelé tekingetni, hogy, hogy, hogy mi lett volna, ha meg, meg de jó lett volna kint lenni Londonba. Ez, ez, valami miatt úgy alakult, hogy, hogy, nem, tehát nem valami miatt, hanem pontos okai vannak, hogy, hogy miért nem voltam ott. A számok miatt nem voltál ott, vagy szubjektív döntés miatt nem voltál ott? Hát nekem a 2011-es év az nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, hogy sikerüljön. Kifejezetten az Európa Bajnokság, illetve a Világbajnokságom gyengén szerepeltem, és hiába volt, volt a 2010-es év, vagy a 2009-es év nagyon jó, a 2012-es év is szerintem egészen normális, ez kevés volt ahhoz, hogy, hogy a szövetségi kapitány engem beválaszol az induló kettő közé. Úgyhogy ez így alakult, ez nem most már... Tehát benned nem nincsen tudok. Uh, nincs, elfogadtam ezt, azon már túl vagyok, hogy, hogy, um, hogy visszafelé nem tudok rajta változtatni, és így, hogy nem tudok rajta változtatni, így viszont, így viszont eldöntöttem, hogy szeretnék tovább ötusezni, és, és felülírni azt, ami, ami mondjuk nem sikerült úgy. Aztán viszont ez egy kis, ha nem azt mondom, hogy elégtétel, de egy jó jelzés például, hogy ez a döntés akkor jó. Örültem nem? neki, de meg is lepődtem, mert nem gondoltam rá, hogy, hogy, hogy engem fognak választani. Olyan? Hát egy kicsit azért visszás ez, hogy, hogy pont engem választottak a szövetség részéről, de, de én először azt hittem, amikor mondták, hogy, hogy ez valami vicc, hogy poénkodnak a többiek, de, de nem, tehát mégiscsak élettem. Téged meglepet, hogy Leila? Megmondom őszintén, nem gondolkodtam ezen, hogy, hogy úgy kilát a nőknél. Én nyilvánvalóan a, ö, valamilyen szinten idézőjebb könnyebb tette a választást, ugye a ilyen már nem szerepet ebben a névsorban, akik, akik, akik lehetnek a nőknél. Én úgy gondoltam, hogy vagy a Saci, vagy a Leila, a Leila lett, és úgy gondolom, hogy teljesen megérdemli. É, és te lettél, aki nem csak kapott, hanem adott is érmeket. Igen, 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 <laughs> igen. igen ez tulajdonképpen Miért a... Lesz, hogy ez fontosnak, állam? Megmondom őszintén, hogy a, a szövetség igen-igen sokat segített nekem ez ügyben, hiszen, hiszen a főtitkár asszony Langliza volt a, a, az a személy, aki megpenítette, hogy Ádám mi lenne, hogyha így tényleg így egy ilyen köszönjét során egy ilyen élmet átadnánk, és én boldogan beleegyeztem ebbe, nem ismertem álmodni arról, hogy hogy, hogy, ez, hogy ez majd egyszer létre fog jönni az életem során, de tulajdonképpen erre most sor került, és ahogy az évzáró népségén is elmondtam, egy mérföldköz érkeztem a párhutásom során. Én nagyon bízom benne, hogy még egy olimpiai játékokon részt fogok venni, mint aktív sportó, mint aktív öttusázó, de ugyanakkor meg úgy gondolom, hogy egy korszak lezárult az életemben ezzel a bronzéremmel, és ezt megköszöntem a, azoknak a személyeknek, akiket én fontosnak tartottam. Akik részt vettek a, a felkészítésben és akiket Kaszarobi úgy jellemzett, hogy olyanok, mint egy form 1-es tím. Hát Forma 1-es tím is táló, így van, ha. Uh, uh, itt azért uh, nyilván, hogyha uh, mindenki a saját klubjában próbál, itt a saját edzői uh, környékén ugye próbál eleget tenni itt a, itt a, itt a mindennapokban a, 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 az elvárásoknak, illetve hát uh, ugye nyilván én is inkább a honvédos edzőket preferáltam, de ugyanakkor tényleg volt, voltak olyan személyek a, a, ebben a felsorolásban, például a szövetségkapitány, a keretorvosunk, a masszőrünk, akik, akik tényleg nem csupán nekem segítettek, hanem sok mindenki másnak. És úgy gondolom, hogy igen, Robi azt nagyon jól fejezte ki, hogy, hogy ez, egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy ilyen kis box, box utca. Aha. Leila, egyébként mennyire jelentős mondjuk neked, meg általában a versenyzőnek, a felkészítőknek a minősége. Szerintem a legfontosabb. Uh -huh. hát ez, egy, ez egy tévút, aki azt gondolja, hogy igen, mi egyedül odaállunk a, a versenyen, és akkor jól szerepelünk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ez egy nagyon komplex kerekegész legyen, és, és visszatérve az előző gondolatra, szerintem egy nagyon-nagyon szép gesztus volt, hogy, hogy Ádám megköszönte a, a segítséget, a támogatást, a sok-sok a éves munkát a, azoknak az embereknek, akik, akik, akik segítették, akik támogatták. Tényleg ez egy nagyon-nagyon nagyon, ennek van egy olyan üzenete, hogy, hogy igen, nekem fontos az, aki velem dolgozott, és ugyan nem állhat föl az olimpiai dobogóra az összes 25-30 ember, aki az ő pályafutását végigkísérte, viszont, viszont egy ilyen kis ajándékkal szerintem azért mindenki, mindenki a szívébe zárta azt, hogy igen, hogy én is ennek egy picit a részese lehetek. Ez egy jó kis box utca, mert ebben ebbe lovak vannak, nem pedig benzingőzik, igaz? Na most azt nézzük meg egy kicsit, hogy kinek-kinek, melyikőtöknek melyik volt a legfontosabb, legértékesebb sportpillanat az évben? És Ádám, mondjuk a te esetedben ne a, ne a legadekvártabbat mondjuk, hanem a, inkább a másodikat, mert nyilvánvalóan, ugye az az olimpiai bronzérem, de hogy mellette mi volt, még arra leszek mindjárt kíváncsi, de először nézzük Leylát. Neked mi volt a legfontosabb pillanat? Sport? Nekem, nekem az, nekem az Európa-bajnokságon, hogy, hogy újra haladva voltam hosszú-hosszú idő után, hát több mint másfél év után egy egy nagy versenyen, az nekem egy nagyon jó érzés volt, és és nagyon örültem neki, hogy, hogy, hogy sikerült a negyedik helyen befutnom, aztán később az ötödikre váltottam, mert ez egy ilyen furcsa ö, szervezői döntés volt, a mexikói kislány miatt, akit a végén kivettek a, a, a az, kivették az eredményeit, és a vívását, ahogy kivették, én nekem kevesebb pontom lett. De, de ez az nekem egy nagyon, nagyon jó érzés volt, és viszonylag mélyről jöttem fel előtte. Szóval értelmszerűen olimpiai bronz, és a második, mert a volt az egy több jó pillanat. Így van, a világbajnokságot emelném ki, ahol a, hát tulajdonképpen megint egy 784 pontos, vagy nem is tudom, hány pontot vittem, kevesebbet, mint 800 pont, és nem is tudom, hogy honnan kapaszkodtam fel a, a, hatodik helyre, nagyon-nagyon jól ment ott a futás, sikerült ismét, ismét azt, a, azt a formát hoznom, illetve azt a képet mutatnom, ami, ami a régi Maros Ádámot idézte így a, így a, fizikai számokat illetően. Illetve ez egy kevésbé pozitív élmény volt, mondjuk az Európa nekem, ahol az egész mezőnyben egyébként nekem nem jöttek meg a utcaim. Amikor jöttünk haza, akkor közötték, hogy már fönn van a, a, a a repülőgépen, ami, ami megy ki Szófiában, de hát a vége van a versenynek. De, de ott, ott, az egy, ott az egy olyan pont volt az én pályafutásom során egy hónappal az olimpia előtt, ahol hát nagyon sok minden átfutott az agyamot, nagyon sok mindent át kellett értékelnem. És hát úgy, úgy végversenyezni tényleg egy, egy ötös a versenyt, hogy teljesen ilyen szeretvetett cuccokkal, azért azért, 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 úgy gondolom, hogy azért az nem volt egy egyszerű dolog, és az egy igen nagy kihívás volt. Gyerekek, nézzük meg a folytatást. Úgy tűnik, hogy az öt tusa többek között a ti köszönhetően is ott, lesz a, ott, van a kiemelt támogatás kapó sportákozat, tehát javulhatnak bizonyos körülmények, legalábbis ez az ígéret. Ennek fényében is hogy fog kinézni 2013 számatokra lejről? Ez egy nagyon jó lehetőség lenne, hogyha, hogyha, tényleg ez a támogatás ez megérkezne, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy, hogy sikerül ezt felhasználnunk. Neked meg a környezetednek miből kellene jobb meg több? Szerintem elsősorban a szövetségnek a gazdálkodása válna könnyebbé, hiszen mondjuk januárban tervezett volt egy, egy meleg edzőtábor, de amiatt, hogy ez a támogatás nem fog megérkezni, nem lehet vállalni, mivel, mivel februárban Kolorádóba megyünk edzőtáborba, és utána Palm Springs-be, Amerikába lesz világkupa, ami, amin részt kell vennünk, utána Rióba lesz világkupa, ami, ami borzalmas költségeket jelent egy, egy, egy szövetségnek utaztatni négy, négy fiú versenyzőt, edzőket, Szóval ezt nem tudtuk vállalni így a támogatás nélkül. Szerintem elsősorban ezeken a utazásokon, edzőtáborokon ö, gördülékenyebben Diáros. mehet a dolog. Ádám, szerinted? Én úgy gondolom, hogy eddig a szövetség azért a, a kis szűkös kis keretéből, de minden évben meg tudta azt oldani, hogy minden versenyen ott tudjunk lenni és tudjuk képviselni Magyarországot. Ö, én úgy gondolom, hogy és nagyon bízom benne, én nem tudok a szövetségnek a fével gondolkodni, hogy egy, talán egy kicsikét több edzőtábor az elkövetkezőben talán majd többet tudunk menni magaslatra, én még speciális voltam, mert nem voltam magaslati edzőtáborban, talán ez még bele fog férni, de tényleg a klubom, a Budapesti Honvéd és a Szöttus a Szövetségi Jóltából, én, azt, én elmondhatom azt, hogy ö, számomra, ami, 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 kell egy jó felkészüléshez, az jelenleg is adva van. Hát akkor még egyszer gratulálok nektek a címhez, és nagyon jó 2013-ot, ha már folytatás, és hál' Istennek folytatás mindkettőtök esetében. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönjük voltam. szépen. Köszönjük.